Valójában Somoskő Újfalu kapta a Salgótarjánnak megítélt 125 millió forint rendkívüli támogatást, jelentette ki Molnár Károly, az önkormányzat gazdasági bizottságának elnöke. Mivel a rendkívüli támogatásra benyújtott kérelemben ez külön tételként erre a célra volt címkézve. A kormány ezt támogatta, a további 400 milliót azonban nem ítélte oda. Ami biztos, hogy ez a támogatás több, mint a tavalyi. Tavaly decemberben 60 millió forintos támogatásban részesültünk, ez idén pontosan 125 millió forint, de mégsem örülhetünk annyira ennek a támogatásnak, és rögtön kezdeném az első ténnyel, ami ezzel kapcsolatos. Ez a támogatás egy összesen 547 millió forintos támogatási igényre, májusban benyújtott támogatási igényre született döntés eredménye. Ez az 547 millió forintos támogatási igény, amelyet Salgótarján önkormányzata benyújtott a kormány felé, két blokkból állt. Az első egy 400 millió forintos igény volt. Ez a 400 millió forintos blokk a zavartalan működéshez volt szükséges, különböző a salgótarjáni emberek mindennapjait érintő szolgáltatások finanszírozásával kapcsolatos költségeknek a megtérítésére nyújtottunk be igényt ebben a 400 milliós blokkban, és volt egy 147 milliós blokk, ez a 147 milliós blokk egy bírósági pervesztésből fakad, amelyet Somoskő Újfalunak kell kifizetnünk, amiatt, hogy a 2006-os választásokat követően, tehát 9 évvel ezelőtt, ugye Somos már egy levált, és később velünk vagyonmegosztási perbe keveredett település lett, és ezt a vagyonmegosztási pert vesztette el Salgótarján, és kellett megfizetnie Somosnak, kell megfizetnie Somosnak 147 millió forintot. A másik tény, hogy ugyan maga a megítélt összeg, ez a 125 millió forint szépnek és jelentősnek tűnik, azonban, mint ahogy az előbb is említettem, ki kell emelnünk, hogy ezt a 125 millió forintot a döntés értelmében csak és kizárólag a somosi pervesztésre használhatja fel Salgótarján önkormányzata, vagyis tulajdonképpen egy tranzitállomás lesz a salgótarjáni költségvetés, a valós támogatás így tulajdonképpen Somos kasszájába fog befolyni. És akkor visszatérve arra a 400 millió forintos blokkra, ami pedig a valóban salgótarjáni emberek mindennapjait érintő kérdések megfinanszírozására szolgált volna, no ez a blokk a kormány döntése értelmében egészen pontosan 0 forintos támogatásban részesült, sőt, megspékelve ezt még a somosi ügyből is, egyszerű matematika, még 22 millió forintnyi teher továbbra is Salgótarján kasszájába bennmaradt. Fontos megjegyzendő, ami szintén kimaradt a korábbi tájékoztatókból, hogy a támogatási igényünket hosszú hónapokkal ezelőtt, tehát 2015 májusában nyújtottuk be. Mindezt azért tettük, hogy megpróbáljunk időben cselekedni, és a salgótarjáni lakosságnak nyújtott szolgáltatások tekintetében egyetlen egy pillanatra se merüljön föl likviditási probléma az év folyamán, amely likviditási probléma abból fakadhat, hogy bizony a város lakossága felé nyújtott állam által kötelezően ellátandó szolgáltatásaink a kormány által nincsen 100%-ban lefinanszírozva, sőt igen kis arányban van lefinanszírozva, és ez helyenként likviditási problémákat tud okozni. Most mi ebben időben akartunk cselekedni, hogy ezek a likviditási problémák kiküszöbölhetőek legyenek, és ebben a szándékunkban megerősített az is, hogy ezt az önhibáján kívüli támogatási igényt annak idején Becsó Zsolt országgyűlési képviselő társaságában és tudtával adta be a város önkormányzata, és akkor a mi országgyűlési képviselőnk kijelentette, hogy Salgótarján fejlődése közös ügyünk, és ha jól emlékszem, úgy fogalmazott, hogy támogatni fogja ezt a támogatási igényünket, ha megkérdezik. Mint ahogy az előbb elmondott számok is mutatják, és a tényekből látszik, hogy sajnos a kormány szemszögéből a valóban salgótarjániakat érintő 400 milliós blokk az nullát ér a kormányzat szemében, és ki kell jelentenünk, hogy ebben bizony országgyűlési képviselő úr is akarva vagy akaratlanul bizony asszisztált. Hiszen ha megkérdezték őt a döntés előtt, akkor az ő tudatával lett ez a salgótarjáni, állításom szerint salgótarjáni emberek ellenében szóló döntés a kormány részéről. Ha pedig nem kérdezték meg őt az önhibáján kívüli hátrányos helyzetű településeknek járó támogatásról, hát azt kell mondjam, hogy egy országgyűlési képviselő tekintetében komoly szegénységi bizonyítvány, és sok mindent elárul az érdekérvényesítő képességről, vagy hát inkább érdekérvényesítő képtelenségről.
Molnár Károly véleményezte azt is, hogy a Salgótarjánt érintő döntésről csak pár órával egy újabb pályázati kör lezárása előtt értesültek. Ennek ellenére a hivatalnak sikerült ismét beadni az újabb kérelmet. És csak pár órája maradt a Salgótarjáni hivatalnak arra, hogy a város lakosságát komolyan érintő, már előbb említett esetlegesen likviditási problémákkal terhelt szolgáltatások finanszírozására egy újabb igényt nyújtsunk be, újabb pótforrást nyújtsunk be. Azt az még meg szeretném említeni, hogy a hivatal jól dolgozott e tekintetben, és benyújtottunk egy újabb igényt szeptember 30-ával, de hát a kormányzati döntés időzítése jelentősen megnehezítette ezt a munkát, és eléggé nehéz helyzetbe hozta Salgótarjánt újonnan. Az fentiekben elmondottak úgy gondolom, hogy nagyon fontosak ahhoz, hogy tisztán lássuk ezt az önhibáján kívüli hátrányos helyzetű településeknek járó 125 millió forintos támogatás Salgótarján vonatkozásában, mert csak azért is, és részben reagálva országgyűlési képviselő úrnak a közösségi oldalra kitett egyik fényképére, amelyben egy piros masnival átkötött ajándékdobozban ábrázolja ezt a 125 millió forintos támogatást, hogy ez a fideszes kormány Salgótarjánnak juttatott ajándéka. Hát az előző tények talán arra világítanak rá, hogy ez a doboz valójában egy olyan doboz, amelyet ha kibont Becsó képviselő úr, akkor egy narancssárga szetlin sajnos az szerepel, hogy nem nyert. Salgótarján és a salgótarjáni emberek ennél többet érdemelnek, mint hogy a 400 millió forintos napi működéshez szükséges igényünk a kormány szemében nullát érjen. Szeptember 30-án, tehát az önkormányzat ismét beadott egy kérelmet, most 156 millió forintot kértek a kötelező feladatok lejárt számláinak kiegyenlítésére.